egy rövid részletet szeretnék a János evangéliumából felolvasni. János evangéliumának tulajdonképpen az elejéből, az első 4-5 versből, az első 5 verset. Tehát János evangéliuma, első fejezet, első 5 vers. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet az emberek világossága volt. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Adventben készülünk a karácsonyra. A karácsony minden embert megszólít, minden embernek van üzenete a karácsonyban. Valakinek könnyű, valakinek nehéz, de mindenképpen kincset lehet találni a karácsonyban. A világi gondolatkör legjobban a szeretetben fogja meg a karácsonyt. Mi is abban fogjuk meg, csak a mi gondolataink szerint, keresztény gondolataink szerint ez a szeretet az Isten szeretete. Az az Isten, aki teremtette a világot. És itt János evangéliuma erről beszél. Egyébként érdemes megfigyelni, hogyha a Bibliát olvassuk, hogy van 4 evangélium, és mind a 4 evangélium picit másképpen kezdi Jézus működését, Jézus születését, illetve hát Jézusi örömhírt. Márk azt mondja, hogy keresztelő János. Márk keresztelő Jánossal kezd. Ott a prófétákról tart, tehát Izrael történetében egy kicsit visszamegy. Máté azt mondja, hogy Ábrahámmal kezdi Jézus nemzetség táblázatát. Még messzebb megy. Azt mondja, hogy egész Ábrahámig nyúlik vissza az, ami itt történt. Lukács még messzebb megy, ő Ádámmal kezdi. Ő azt mondja, Lukács szerint az történik itt, Betlehemben 2000 évvel ezelőtt, ami az egész emberiségnek fontos. János még messzebb megy. János egészen a teremtésig megy vissza. Mert hogy azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és ez idézi Mózes első könyvét, a teremtés könyvét, ami szintén úgy kezdődik, hogy kezdetben, illetve mond még valamit, a görögben ez úgy szól, logosz, vagyis ige, logosz. Az akkori görög világi filozófia, ami mindent meghatározott, azt mondta a logoszról, hogy ez az, ami mindennek az oka és mozgatórugója. A görögök így gondolták. Mindennek van oka és mozgató rugója a világ mindenségben. És János azt mondja, hogy ez a mindennek oka és mozgató rugója, ez Jézus. Gondoljuk végig egy kicsit. Biztos volt mozgató rugója annak, hogy idejöttünk. Fontos számunkra. Ugyanúgy minden adventben, karácsonyban zajló eseménynek van mozgatórugója. Valamelyik jó, valamelyik elég tragikus. Valahol igyekszünk megragadni egyfajta nosztalgiát, egyfajta szeretetet, egyfajta békét, egyfajta kellemes hangulatot. Minden erőnkkel igyekszünk megragadni, de valahol, amikor nem sikerül, akkor kudarc élményünk van. És mennyire örülünk, amikor sikerül? Amikor tényleg olyan lett a karácsonyi beiglő, amilyennek terveztem, nem esett össze a tészta. Amikor a gyerekre végre nem kell ordibálva rászólni, hogy ne gyújtsa fel a karácsonyfát. Tehát, hanem úgy összeáll minden. És akkor azt mondjuk, hogy van mindennek mozgató rugója és oka, és ennek most örülünk. És azt mondja János, hogy ez a mozgatórugó és ez az ok megszületett. Ez egy ilyen boom volt.
az akkori gondolkodóknak, és ezt mondom nektek. Megszületett. Gyermekként a világra jött. Spurgeon azt mondja, hogy a világ mindenség alkotója, akitől függ minden a világ mindenségben, most az anyja keblén függ. Az, aki megtart mindent, anna, aki a világ mindenség oszlopa, aki a megtartója, az most arra szorul, hogy gyenge női karok tartsák meg. Ez óriási dolog. Ez több, mint adventi hangulat, ez több, mint karácsonyi fényjáték, ez az életünk. És erről érdemes többet tudni. És erről érdemes többet beszélni. Ehhez érdemes többször odalépni. Most arra vagyunk meghívva, hogy így, ebben a városban együtt lépjünk oda ehhez a fényhez, ehhez a születéshez. Lépjünk oda közelebb hozzá. Közösségben. Annyira széttagoltak vagyunk. Annyira mély árkok vannak közöttünk. Most nem csak a különböző eszmélységek közötti lövészárkokra gondolok, hanem sokszor ember és ember közötti árkokra, amelyeket olyan gyakran ásunk és mélyítünk. A megdemértés, a megbocsátani nem tudás, a félelem, a szorongás, sokféle egymástól eltávolító, bennünket eltávolító árkai. És lépjük át. Mert a mozgató rugója, mindennek a mozgató rugója is oka, aki gyermekként, tehetetlen gyermekként megszületett, ennek is okai vannak, ez a karácsony evangéliuma, az erre hív. Lépj közelebb. Férjedhez, feleségedhez, akár a problémáidhoz lépj közelebb, nézz szembe vele, hogy tud megoldani, hiszen így tudod megoldani őket. Fogadd el, vald meg magadnak, hogy tudj kezdeni vele valamit, hogy valóban, teljesen feloldott, örömteli, szeretet ünnep legyen ez a karácsony. Amen.